Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon várunk a kérdéseket, mert kérdezd a rabit. Ez a mai program, hogy minden szerdán lehet feltenni kérdéseket, olyan, ami a zsidósághoz kapcsolódik valahogy, vallásilag, szokás, kultúra, történelem, és igyekszem rá válaszolni. A kérdéseknek egy része valamikor elindít egy, hogy először beszélünk ezt itt, aztán még írásban is megjelenik a gutshabbosban és a zsidó.com-on, és ami fontos, hogy valamikor, amikor nincs válaszom, akkor bevallom, hogy nem tudom, mi a válasz, és utána nézek. Múlt héten az András összeválogatott egy pár olyan téma, amire azt mondtam, hogy majd visszatérek rá. Az egyik az volt, hogy miért nem adunk az Ádámnak a nevet, és e heti gutshabbosban benne is lesz a válasz rá. Na, láttam, hogy kérdések már is jöttek. Első kérdés. A mostani heti szakaszban Ábrám történetet ismerjük meg. Mi történt Ábrám a 75 éves koráig, illetve miért kellett Ábrámnak Egyiptomba mennie? A kérdés az két részből áll. Az első része az, hogy mi történt Ábrámmal 75 éves koráig, erről a héten, azt hiszem a hétfői napon, a napi tanításban, arra a 3 perces videóban beszéltünk arról, pont erről a kérdésről, de miért nem mesél a Tóra nagyon fontos, legalább egy nagyon fontos történet, amit tudunk róla, a Midrás lehozza, az, hogy Ábrám feláldozta az életét az egyisten hitért, és még sincs benne a Tórában, azt mivel ezt már elmondtam a kis videóban, akkor lehet ezt onnan ezt meghallgatni. Egyébként, aki Facebookos, akkor megkaphat, nem Facebookos, WhatsAppos, akkor írja nekem obelander@zsidó.com-ra, és akkor kaphatja. Ha nem, akkor a baruch.tfilin.hu ott felkerül mindig. A másik kérdés, hogy miért kellett Ábrámnak Egyiptomba menni, benne van a Tórában, hogy azért kellett Egyiptomba menni, mert éhség volt Izraelbe. Üdvözlöm mindenki más, aki közben még jelentkezett. András, miért hagyományosan tekercs a Tóra? Ez egy nagyon jó kérdés, és kezdtünk erről beszélni a zsinagógában, mert egyértelműen mondja a halaká, hogy ha ugye a legfontosabb feltétel a Tórának az az, hogy minden betű benne kellett legyen, és írva úgy, hogy kellett írni, ahogy a hivatalos betűket. Miért pont tekercs? Megint van egy kérdés, amire nem tudok válaszolni, de most már én írom fel magamnak, hogy miért a Tóra csak tekercs, mert halaká azt mondja, ha nem tekercs, hiába minden betű benne van, hanem könyv, akkor az nem a Tóra tekercs akkor ez nem a Tóra tekercsnek a szentsége van meg neki. Akkor erre majd vissza fogok térni, mert nem tudom, mi a válasz. András, amikor Sém és Jafet takarnak egy ruhával Noachnak, van hangsúlyozva a Tórában, hogy hátra mentek, így nem tudtak megnézni az apja, amikor mesztelen. De mi a helyzetet férfi mikvében? Ott nincs külön-külön szobák, mint a nők a mikvében, inkább egy nagy nyitott terület, egy időben több férfi járkalnak ruha nélkül, öltöznek, stb. Ez egy nagyon jó kérdés. És valószínűleg a válasz az, hogy először a mikvében is azt mondja halaká, hogy a fiú az apjával ne járjanak együtt mikvében, ugyanígy a veje az apósával.
mert az nem illik. Ez a legfontosabb különbség a kettő között. A másik dolog az, hogy lehet, hogy a körülménynek olyanak volt. Noé részeg volt, és az egész helyzet, ez a nagyon meggyalázó helyzet volt, szemben a mikvében, amikor az ember megy tisztulni. Egyébként az, hogy férfi járja mikvében, ezek haszidoknál ez akár minden nap, nem haszidoknál például itt Magyarországon, a férfi jártak mikvében mindig péntek délután a Sábesz tiszteletére. Katalin, Jeruzsálemből, üdvözlöm! Miért különböznek annyira a szefárdi és az askenázi zsidók szokásai, ha némelyik szokás eltér a szabályoktól? Például a szefárdiaknál elfogadott szokás, ha tenyérből jósolnak. Nem teljesen, nem jóslásról van szó, hanem van egy olyan dolog, amit vagy hochmata parcuf, vagy a arcról lehet leolvasni, illetve hochmata yad. És az állítólag sok minden egyértelmű le van írva, ez nem valami ilyen jóslás, hanem az ember tudja olvasni, ami ott van. Vannak erről könyvek is. Az nagyon érdekes, van erről könyvek, ami leírja a hochmata parcufot, és hochmata yad, néznek, hogy ez a vonal, hogy néz ki, egyenesen, fedden, így vagy úgy. Én mindig szoktam gyerekekkel kérdezni, mondd, már tanultál az Aleph Beitet? Igen, akkor mutasd meg nekem egy Alephet. És akkor van olyan kor, amikor a gyerek teljesen ilyen, nem tudja, keresi az Alephet, és nem találja, és szégyeli magát, hogy ameddig rájön, hogy csak viccelek. Mindenképpen a szefárdiaknál ez inkább elterjedt, az askenázoknál nem. Én nem tudok, hogy tényleg hiszek ebben. Mindenképpen ebben tényleg van egy eltérés a szefárdiaknál. A kabbalának, ez kapcsolódik egy másik téma, a kabbalának az a része, mint kabbala, írni mindenféle ilyen kabbalák, az szintén náluk inkább volt askenázoknál nem. A Rebbe például ír valakinek, hogy amikor a Tóra azt írja a Mózes második könyvében, Tamim tiei ma semet, legyen teljes hitű az Istennel, ez abban is benne van, ne keressel a jövőt. Mit fog a jövő hozni? Imádkozol, és kész. Imádkozol, a jövő jó legyen, de ne keressel, hogy mit hoz a jövő, szeretne látni, mit hoz a jövő. Ilyen jel. It's a boy. No. Most jött a nagy hír, a Nachman fiamnak fia született, egy pár nap késéssel a kiír dátumnál, mazlottok, nagyon örülök. Na, ti vagytok az elsők, akivel megosztozom ezzel a nagy hírrel. Újabb unoka adjen Isten, hogy mindenki egészséges legyen, és mindenki jó legyen, és lépjen be Ábrahám szövetségében. Időben, ezt szoktak kívánni, hogy időben miért, mert nagyobb micva, amikor a gyerek 8 napos korában történik neki a brisz, vagy ha épp kicsit sárgás, vagy mások miatt, amikor kell halasztani, akkor az már csak a micva, a körülmetelésnek a pót időpontja, de az eredeti időpont az a legtökéletesebb, és ezért szoktunk kívánni, hogy a fiú gyerek születik, hogy adjen Isten, hogy időben legyen a brisz. Mazdatav. Andrásnak van még egy kérdése. Uha, András kicsit hosszúnak sikerült, próbál kicsit rövidebbre venni a kérdéseket. A Noel heti szakaszban írva pontosan, mikor kezdte az özönvíz, és pontosan, mikor vége lett. Miért nem elég írni, hogy egy évig tartott? Hesván vagy ilyen 17 és 27 nem ünnepelünk, nem szerepelnek a naptárban, nem mondunk semmi különös ima, akkor mi a lényeg tudni a pontos dátumot?
a Tóra leírja pontosan, először 40 napig volt az eső, aztán még erősödött a víz 150 napig, aztán kezdett visszamenni a víz. A Tóra pontosan leírja, hogy mikor történt. Miért írja a Tóra a dátumot? Talán csak azért, hogy tényleg hiteles legyen, hogy ne, ez nem csak valami mese, hanem pontos időpontja van. Ettől eddig igaz, hogy sehol nem, nincs semmiféle szokás, hogy ez ünnepelnénk. De a Tórában van más dátum is, amit nincs hivatalos ünnepsége. Például, amikor a Tóra leírja, hogy Áron Áv hó elsőn halt meg, és akkor van a jarcájtja, annak sincs semmi előírt ünnepsége. No. Ferenc, mire tanította Ábrahám a fiait és a tanítványait a Tóra adás előtt? Ez egy jó kérdés, de a válasz ugyanott van benne, a Tóra. A Tóra azt mondja, én nagyon szeretem Ábrahámat, ez ebben a heti szakaszban, mert tudom, hogy ő tanítani fogja a gyerekét és a leszármazatjét a Tóraim többes számban, és erre azt mondja a Rashi, a Midrash alapján, azt jelenti az írattan és a szóbeli tan, és a különböző szokásokat is minden. Ez kapcsolódik az, amit a Talmud mond, hogy Ábrahám, nem csak Ábrahám, Ábrahám, Isak és Jákob, az ősatják, ők teljesítettek előre tanultak és előre ismertek a micvákat, és teljesítettek minden micvát, még egy olyan rabinikus előírás, mint az Éruv Tavsilin, hogy amikor ünnep péntekre esik, akkor ünnep előtt kell már félretenni egy kis étel, hogy ha nem akar, nem tudunk főzni ünnep, pénteki ünneptől szombatig. És akkor azt jelenti, hogy már volt mit tanítani. Ábrahám már gyakorolta a micvákat, Izsák és Jákob, és akkor már tanította őket. Tanította őket erre. Természetesen az egy profécia, Ábrahám tudta, hogy miről szólnak majd a későbbi Tóra. A későbbi Tóra írattan és szóbelitan. Ján, az Isten a vízőzön után szövetséget kötött Noéval. Mit tartalmazott ez a szerződés? Tudomásom szerint 7 pontból állt. Nem. Itt valami két külön fogalom van. A szövetség, amit Isten kötött Noéval, vagy inkább a világgal, ez az, hogy soha több nem fogja elpusztítani a világot. Mindig meg fogja adni a lehetőséget az embernek, hogy térjen meg. A másik dolog az, hogy 7 pont, az úgynevezett Seva Mitzvot B'nei Noah, hogy Noé leszármazatjainak, vagyis az összes nem zsidónak, az Isten megparancsolt 7 micva. De ez nem Noénak parancsolta meg mind a hetet, hanem már Ádámtól kezdve parancsolta meg nekik a micvákat, úgy, hogy Noé gyerekének már 7 micva van, a bálványimádás tilalma, a gyilkosság tilalma, és az Isten káromlása tilalma, stb. És ez a 7 micva a mai napig érvényes minden nem zsidóra is. Ezért a nem zsidó azt mondja, szeretne betérni, mert szeretne micvákat teljesíteni, szeretne, legyen neki kapcsolat az Isten, erre azt mondom neki, van. 7 micva teljesíteni kell. Maimonides azt mondja, aki a 7 micvát teljesít, azért, mert az Isten megparancsolta, akkor ő a világ jámbari közül számít, chassidum ota olam, és lesz része a túlvilági üdvösségben. Egyébként innen származik a Yad Vashem, a címe a világ jámbari, ezt ők idézőjelben lopták, plágium a Maimonides könyvéből. Tamás, Parnosza miatt szabad jeridázni, vagyis szabad elhagyni Izraelt a Parnosza megéletés miatt? Igen, a Talmud azt mondja, és a Maimonides a halakha idézi, hogy két dolog miatt szabad elhagyni Izraelt, megéletés, illetve Tóra tanulás miatt, illetve házasság miatt, az már 3. Szabad elhagyni Izraelt emiatt. Másképpen csak azért elhagyni Izraelt, mert szerintem a Párizs, vagy Florida, vagy Budapest szebb,
az nem szabad. Tamás, szintén Jeruzsálemből, üdvözlöm. A koronavírus Magyarországon ismét erősödik a második hullámban. Mikor kell ismét a zsinagógák működését korlátozni? Jaj, Tamás, ne is említs meg! Mert még most is traumában vagyok a 10 héten keresztül, amikor nem imádkoztunk zsinagógában. Természetesen, ha arra kerül sor, és szükség lesz a zsinagógát, a zsinagóga működését korlátozni, az meg fog történni, mert az élet védelme az fontosabb. Egyelőre nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy mindenki, aki bejön a zsinagógában, maszkot vegyen fel, feltötlenítse a kezét, illetve ha bent imádkozik, és mostanában bent kell imádkozni, mert kint hideg és esik az eső, minden ajtó nyitva van, itt húzat van, úgy, hogy cserélődik a levegő is, és nem állunk nagyon közel egymáshoz. Ezek után nagyon remélem, hogy sokáig fogunk tudni nyitva tartani a zsinagógát. És nagyon-nagyon fontos tényleg, hogy ragaszkodjunk ezekhez a szabályokhoz, mert így biztosítunk azt, hogy tudjunk maradni a zsinagógán nyitva. András, csak az özönvíz után is nem előtt adta az örökvel a lehetőség húst enni? Miért? Ez is egy olyan dolog, amiről beszéltem a héten a napi tanításban, hogy a Tóra csak özönvíz után meg lett engedve a húsevés, és akkor még egyszer utalak arra, hogy aki nem kapja WhatsAppban, akkor nézze meg a baruch.tfilin.hu-n, talán az a 152. Mindenképpen e helyten vasárnap, szintén 4 üzenettel ezelőtt abban benne van. Üdvözlöm a Havat Floridából, ott legalább meleg van. László azt kérdezi, hány betűből áll a Tóra? Ez egy nagyon jó kérdés, mert az ember azt mondja, hány betűből áll a Tóra, számoljunk meg. De van egy olyan dolog, hogy az a szó, hogy Izrael, az egy mozaik szóként kell kezelni, és úgy kell olvasni, Yesh, Shishim, Ribo, Oti, Otla, Tóra. A Tórának van 600 ezer betű. Így áll össze ez a szó, a mozaik szó, Izrael, Yesh, Shishim, Ribo, 600 ezer, Oti, Ot, betűk a Tórának. A probléma az, ha megszámolunk, akkor a Tórának nincs 600 ezer betűje, hanem 306 ezer is még pár száz. Erre felmerül a kérdés, akkor mit jelent ez a 600 ezer? Erre több válasz van a kommentátorokban. Az egyik válasz az, hogy ebbe beleszámítanak különböző magánhangzók is, és így adja ki a 600 ezeret. De valójában 306 is ezer betű van a Tórából. A hiba lehetőség a Tóra tekercsben ehhez képest, az még nem csak egy százalék se, még egy ezrelék százalék se. Egy betű a Tórában nincs írva rendesen, vagy hiányzik, akkor a Tóra nem használata, ameddig nem lesz kijavítva. Laci, mi a különbség az askenazi és szefárdi tfilin között? Van még másmilyen is? A tfilinben másképpen tekeri az askenazi, másképpen tekeri a szefáradi, de lehetnek eltérések az írásban, a klaf, azt a tfilinben ugye benne vannak a 4 pergamenre írt fejezet, smá, stb. Ott van 2 vagy 3 féle írás. Azt jelenti, a betűknek nagyon precíz, pontos formája van, de ezen belül vannak eltérések a 3 féle írás között, ebben is lehetnek eltérések. No. Ariel Herskovics, üdvözlöm! Adott ország állampolgárként helyese olyan politikusra szavazni, akinek belügyi programja nekem ugyan kedvező, de az illető nyíltan nem támogatja Izraelt?
Ez igazság az most természetesen elvont kérdésként. Az embernek kell természetesen mérlegelni, mit tesz a helyi embereknek, illetve mit tesz Izraelnek. Azért olyan fontos Izrael, mert Izrael sajnos bizonyos szempontból, azt hiszem, ha nagy képet nézünk, bizonyos szempontból a napi veszélyben van, hogy elsodoljon őt mind a szomszédok, akik körülött vannak. És ezért az nem egy mellékes szempont, hogy mit gondol az illető Izraelről. Ugyanakkor természetesen az sem mellékes szempont, hogy helyi szinten milyen, és akkor mérlegelni kell, hogy a atyák bölcs tanításban olvasunk, mérlegelni kell a menni a hosszan és menni a veszteség. És ezt mérlegelni kell, hogy mi az, ami jó, mert természetesen ezt is lehet, most ha azt nézünk a zsidó szempontból, zsidó szemmel, akkor a helyi program jó, adott országban jót tesz. Az adott országban jót tesz az embereknek, akkor jót tesz a zsidóknak is. Csak ezt kell mérlegelni. Köszönöm a sok mazel tavot. Nagy az öröm természetesen. Menjünk tovább. András, a tfilin részei mit szimbolizálnak? Ennek másik része miért nem elég csak simán feltekedni a kézre a tfilin? Miért kell a formákat is létrehozni vele? Mi a jelentés az egész szimbolikának? Első dolog, azt kell tudni, a tfilinnak a formája, inkább azt mondom, az egész tfilinről, ha nézünk a Tórában, akkor fogalmunk sincs, hogy mit kell csinálni. A Tóra annyit mond, úgy sártam le ott, álljadál, hogy közd őket jelöl a karadra és a szemeid között. Homlok dísznek, vagy ilyesmi. Mit kell kötni? Hogyan kell kötni? Semmi nincs írva. Erre van halakhal Moshemi Sinai, Mózesnak az Isten pontosan elmondta, azt hiszem 10 szabály van a tfilin kapcsán, hogy mondjuk például azt sincs írva, mivel kell tekerni. Kóser állatbőréből kell szíjat gyártani. A külseje fekete kellett legyen. Ugyanint is doboz kellett legyen, a dobozba betenni. A kézre való az egy doboz, mert az összes 4 tekercs az egy hosszú tekercsben van. A félre való az 4 tekercs. Mind ez, és utána még feketére kell festeni, mind ez az Isten pontosan elmondta Mózesnak. Az a kérdés, hogy miért nem elég csak simán feltekerni, az Isten kérte a mitszvát, és ő mondja el, hogy hogyan, mit kell. Először az első fontos tanítása a tfilinnek, a szimbolikának, az Isten azt mondja, tessék, lehet állati bőrből egy szent tárgyat alakítani, és ez pedig az egész útmutatása a zsidóságnak, hogy a profán, vagy a mindennapi élet, tehát át lehet alakítani szentnek, ha a célja szentségre vezet. Az embernek legyen pénze, hogy tudjon költeni szegények támogatására, vagy a zsinagóga javára. Stb. Vannak más dolog a tfilinnak a helye, hogy ide teszünk a tfilid a szívvel szemben, és az agy fölött szimbolizálja az, hogy a szívünk a vágyakat, mert a szív szimbolizálja a vágyakat, és az észben a gondolatunk az mind az Isten irány kell irányítani. A Éle és László. Tórában hol van megállapítás, hogy mennyit ér egy fiú rabszolga? Mit jelent a 30-as szám? Most nem értem pontosan, mire utal ez a kérdés. Nem tudom, mire utal ez a kérdés.
egy fiú rabszolga, talán a Mózes második könyvében, ha egy állat megöl egy rabszolgát, mennyit kell fizetni, a Tóra megállapítja ezt az értéket. Álljon, hogy megnézem a könyvben, vagy inkább próbáljam magyarázni a kérdést, akkor majd rákerül a sor. Katalin, van, vagy inkább, ha jól emlékszem, Miriam, van-e erre arra szabály, hogy mikor lehet az edényeket mikvébe vinni, illetve kosarolni, reggel vagy este? Nem, a halacha azt mondja, és az alapja már a Bibliában benne van, Mózes 4. könyve végén, hogy az ember vesz egy új edényt nem zsidótól, akkor átvitt értelembe természetesen az edényt be kell téríteni. Azt jelenti, ugye a betérés a mikvében történik, akkor itt az edényeket is mikvében kell vinni. De nem műanyag edény, hanem csak fémből való edény, üvegből való edény, azt kell mikvében vinni. Reggel este nincs erre előírás, hogy az ott kóser mikve kell, hogy legyen. Az egyetlen előírás a mikve kapcsán az ad a nők, amik járnak mikvében, az mindig csak este csillagok feljövetele után. Stefan azt kérdezi, hogy szlichot behab, mikor mondják, és miért? A szlichot behab, a mi naptárunkban pontosan jelölünk ezt, a behab az egy, úgy írják le héberül, bét, a második betű, hé, az ötödik betű, és megint egy bét. Ez szimbolizálja a hétfő, csütörtök és hétfő. Az első hétfő, csütörtök, hétfő, ami a Hezsván hónapban van. És ez azért van, mert volt egy régi szokás, hogy itt három bőt napot tartani, Peszach után és Szukot után. Mivel Peszach az 7 vagy 8 napon keresztül ünnepelünk, Szukot pedig 8 vagy 9 napon keresztül, de még Izrael is külföld, ezért talán a túl sok ünneplés vezetett rossz cselekedetekre, és ezért, mikor vége van az ünnepeknek, vége van az ünnepi hónapnak, akkor van ez a háromnapos bőt, hétfőn, csütörtök is hétfőn. Áskenazi közösségekben ezt nagyon szoktak tartani, ezt már nem tartják, haszid közösségek se tartanak úgy bőtnek. Ez az kapcsolódik, mert haszidek egyébként a Baal Shem Tov arra tanított, hogy nem próbáljunk elkerülni a nem kötelező bőtet. Miért? Mert a bőtnak az lenne a lényeg, hogy az ember közelebb kerüljön az Istenhez, de ma, amikor bőt van, az ember inkább gyengül, alszik egy pár órát, és még este is a bőt kimenetre után egy kicsit ilyen fáradtabb, vagy ilyesmi. És ezért inkább próbáljunk a nem kötelező bőteket elkerülni. András, a körülmetele és a szövetség jelképe. Miért hússal áldozunk imódan a mindenhatónak? Ebben az esetben itt nem az áldozat a lényeg, hanem a szövetség. És az Isten azt akarta, hogy legyen a szövetség jele rajtunk állandóan, hogy egy percig se felejtsünk el a szövetséggel, mi össze vagyunk kötve az Istennel, és egyes kommentárok azt mondanak, hogy nem véletlenül a körülményt is ott történik, ahol történik. Ez talán egy kicsit akar lenni egy ilyen őr és egy biztosítása arra, hogy az ember tényleg nem fog vétkezni azon a helyen. Ez a szövetség, ez nem áldozatok. Áldozatok az egy teljesen másik dolog, ez Mózes 3. könyvében. Ez a szövetség, az Isten és a zsidó nép, egy olyan szövetség, hogy nem tudnak elszakítani egymástól. És a körülmetélésről Anni az van írva, hogy a körülmetélés nem egy mit szól, az ember egyszer tesz az élete során, hanem 8 napos korában történik, és utána minden másodpercben.
amikor az ember körül van metélve, akkor újra és újabb micva. Szóval is a micva az, hogy lépjünk, legyünk benne Ábrahám szövetségében. Addig, ameddig vagyunk benne Ábrahám szövetségében, addig micva. Hiába értelem szerint kétszer nem lehet. Fizikailag nem lehet kétszer teljesíteni a micvát fizikailag, de az, hogy beléptük Ábrahám szövetségében, és ez egy tartós dolog, az újabb és újabb micva. Ezért is kell a lehetőséghez képes sietni a körülmetélésen, mert ha egy nap, két nap, öt napig késik a brisz, akkor öt nap lemaradt a micvából, mert az, hogy az ember legyen benne Ábrahám szövetségeben, ha öt nappal később történt, akkor öt nappal később, öt nappal kevésebben teljesítette a micvát. András, csak amikor kiszállnak a Noé bárkából van említve, hogy tilos másik embert megölni, akkor mi a helyzet Káinnal? Ebbe várjak, előveszem a humást. Akkor azt kell nézni, hogy tényleg csak az özönvíz után írja a Tóra azt, hogy nem szabad ölni. Igen. Igaz, ha csak utána van írva, de például, csak mondom, próbálom csak egy kis gondolatot mondani, hogy például az, amikor a Tóra azt mondja, uralkodjatok az állatok fölött, abban benne van az, hogy az ember nem bánthatja a másikat. Illetve az is lehet, hogy vannak olyan micvák, ami a sima ész diktálja, és akkor az is már szintén ilyen emberi etika, és az is kötelező. Mindenképpen ez egy jó észrevétel, és köszönöm. A jó kívánságok előtt is vannak még kérdések. Én nem láttak, hogy vannak kérdések, amit átugratam. Nem. Ha átugratom egy kérdést, akkor írjátok rá. Kérem azt a kérdést, amit átugrattam, írjátok fel még egyszer, én nem láttam. Megint András. Olvasunk, hogy Páró és az egész családja kapta a betegséget, mint büntetés. Ha Páró volt a bűnös, miért az egész család is büntetve volt? Ez a kérdés az nem csak itt merül fel, hanem például Shem város, és amikor Shem megerőszakolta a Dinát, akkor Simon és Lévi megöli az egész várost. És akkor megint az a kérdés, Shem vétkezett, a többiek mit vétkeztek? Akkor van egy olyan vélemény, mint Maimonides, ugye ez mindenképp a kollektív büntetés jelentene. Maimonides és Nachmanides. Maimonides azt mondja, hogy ez nem kollektív büntetés, mert a Shem vétkezett, mert ő megerőszakolta a Dinát, a többiek pedig hallgattak, támogatták, nem tiltakoztak. Ugyanez a helyzet a fáraónál is, hogy az a helyzet, hogy minden szép nőt hoztak a fáraónak, az egy rendszer volt. És ezért nem csak a fáraót meg kell büntetni, hanem az egész rendszert meg kell büntetni, mindazok, akik támogatták és részt vettek, és fenntartották ezt a rendszert. Feri, milyen szabályok, parancsolatok szerint éltek a zsidók, mielőtt megkapták a Tórát?
ez lényegében kapcsolódik az előző kérdéshez, ahogy valaki feltette itt, hogy mire tanított Ábrám a gyerekét. És én azt válaszoltam, hogy a Talmud szerint Ábrám, Izsák és Jákob, szóval az ősatyák már tartottak az egész tórát, úgy, hogy lényegében ezeket a parancsolatok már tudtak ők is teljesíteni, és erre lettek nevelve. András, ha beszeretne térni egy nem zsidó, és ezen ügy elősegítésére adományozott tórát a zsinagógának, akkor az kosher tóra, vagy nem? Ha egy nem zsidó finanszírozza a tórát, és adományozza a zsinagóga javára, annak nincs elvi akadálya, az akadály csak akkor, ha a nem zsidó írja a tórát. Mert csak az írhatja a tórát, akire vonatkozik. Akire nem vonatkozik, mert nem a zsidó vallásnak a tagja, ő nem írhatja a tórát, de támogathatja, veheti, és adományként adhatja át. Ez egy kicsit hasonló az, ami írva van, hogy nem zsidók tudtak hozni a jeruzsálemi szentélyben áldozatokat. Az nem zárja ki, azért, mert nem zsidó, akkor ugyanúgy tudja igénybe venni a szentét, és ott bemutatni áldozatokat. András, Rási említ, hogy az utazoknak nem illik házas életet élni, ha ők a vendégeket házban. Mi a praktikus halaha, mi a helyzet szállodában? Igen, erre az van írva, hogy ha tényleg az ember úton van, és feltűnik emberek, nincsenek biztosítva, mondjuk az intim körülmények nincsenek biztosítva, és mások észrevehetik, akkor nem illik. De az ember szállodában van, és teljesen zárva van is minden, akkor az meg van engedve. Nem ő írja, hanem íratta. Igen. Ján, további kérdése van. A Mózesnek adott kőtáblán 10 parancsolat volt, és az terjedt el a mai napig, nem zsidók közül, miközben 613 micva van. Nem tudom pontosan, mit terjedt el, de ez egy kis félreértés. Például az a szombaton ne dolgoz és pihenni kell, az nem terjedt el nem zsidó között. Szóval a 10 parancsolat a zsidókra vonatkozik. Én úgy láttam, hogy nem zsidók dolgoznak szombaton, sőt a Talmud szerint nem zsidóknak nem is szabad pihenni így, ilyen értelemben, ilyen vallási értelemben pihenni szombaton, mert hát mit szólni, csak a zsidóknak lett adva. Szóval így a 10 parancsolat se vonatkozik nem zsidókra, de az a például egy Isten hit, a nem szabad bálványt imádni, nem szabad feleslegen Isten nevet kimondani, stb. Az mind természetesen igaz nem zsidókra is. András, ha egy húsról csirke nem ismerjük a származását, és kikóserolható, ehetővé tehető zsidó embernek, nem ismerjük a származását, de mit jelent élő csirke, nem tudunk ki volt, honnan származik. Élő csirke, a csirke is ráismerjük, hogy milyen fajból van, milyen fajta, akkor nincs akadálya, hogy a sakte levágja azt, és azt kigyelen kásorolva, a vért eltávolítva, és kóser. Ha látjuk valahol egy darab csirket, de nem tudunk, hogy le lehet-e vágva, vagy nem, akkor természetesen azt nem lehet fogyasztani, hiába ki van sózva. Valaki kimegy a piacra, és vesz nem kóser csirket, és kisózza, attól nem lett kóser, mert nem lett levágva. Akkor rituálisan nem lett levágva, és akkor marad nem kóser. Katalin, Izraelben hogyan lehet megállapítani a piacon vett zöldségről, hogy kóser vagy sem? Miért nem kell ezt figyelembe venni a diaszporában? Izraelben hogyan lehet megállapítani a piacon? Azt kell nézni, hogy van-e hechserje a boltnak. Ugyanígy az ember nem mehet külföldön be egy húsboltban, csak akkor van hechser, a rabbi
a rabbi, aki igazolja, hogy a hús, ami ebben a boltban kóser, kivéve, hogy előre csomagolt hús, és akkor mindegy, hogy most Tesco vagy ortodox zsidó adja el, de olyan húsboltban, ahol vágják kilóra, vagy ilyesmi a hús, hát mindenképpen kell, hogy legyen egy hekser, sőt kell, hogy legyen ott egy mesgiel, aki ellenőr, aki tényleg figyeli a húst. Izraelben ugyanolyan szigorúan, majdnem ugyanolyan szigorúan kell kezelni a zöldséget is, mert ott kell adni a truma, a papi rész és a levita rész, stb. Stb. Ezért csak ott, ahol van hekser, és ugyanúgy a húsnál vannak különböző szintek a kóserságnak, ugyanígy Izraelben a zöldségnek is van különböző szintek. Például Jeruzsálemben nem mindegy, hogy az Eidacheredit felügyeli a boltot, vagy Rabbanut Jeruzsálem, Jeruzsálemnek a rabinátusa. De Jeruzsálemnek a rabinátusa is van kettő. Van Mehadrin és van Sima kóser. Szóval ezeket kell figyelni a piacon is, Izraelben. Külföldön nem kell adni a magyar paradicsomba, vagy a magyar dinnyéből, nem kell adni se trumát, se mászrot, se papír és semmi, és akkor ezt nem kell figyelni. Ezért bárhol megy az ember a világon, akkor ehet zöldséget és gyümölcsöt, mert nem kell adni a trumát és a mászrot, kivéve ha az Izraelből jön, akkor kicsit problémás. Akkor Feri. A Tóra és a micvák megváltoztatatlanak, és örök lévővaló. Miért teremtette az örökkévaló egy folyamatosan változó világot, amiben dinamikus a változás? Hogyan kellett ilyen világban értelmezni helyesen a megváltozatlan tanokat és parancsolatokat? Inkább azt kell nézni, hogy a világban két dolog van. Az egyik dolog állandóan változik valamennyire, és a másik dolog soha nem változik. Az Isten megteremtette a világot, és akkor most két dolog létezik itt. A világ, ami állandóan mozgásban van, és az Isten, ami soha nem mozog. Erre azt mondja az Isten, én teremtettem a világot, és én megmondom a világnak a rendje, mint teremtő. És én azt mondom, 1, 2, 3, 4, 600, 613. Azod a világ változik, az Isten ezt figyelembe vette, és ezért mondta nekünk olyan törvényeket, hogy ez örök érvényes. Vannak olyan törvények, ami nem örök érvényes. Például, hogy a mannát nem szabad volt hagyni másnapra. Ma a kenyeret szabad hagyni másnapra, az nem egy örök érvényű micva volt. De minden más, mint azt mondja az Isten, én teremtettem ezt a világot, és tudom előre, mi az, amit kell ehhez a működéshez. Például vegyünk a számítógépet. A számítógépnek van szabályok, hogy hogyan kell használni. Minden ember másképpen használja a számítógépet, de megvan a rendszer, hogyan kell ezt használni. A használat változik, de a szabályok nem változnak. Minden egyes delit az törölni fog, teljesen mindegy, hogy mit írsz. Zenét írsz, vagy verseket írsz, vagy sima egyszerű leveleket. Most azt kell tudni, hogy állandóan beszélünk változás, és hogy lehet ez a törvény örök érvényű. Az igazság, az a kérdés, ez nem annyira helyes, mert a kérdés akkor lenne helyes, hogy egy elévült törvény, hogy lehet, hogy érvényben maradt egy változó világban. De az élő Istennek a törvénye, az Isten azt mondja, ez nem elévült, mert minden helyzetre, mindegy, vagy van okos telefonod, vagy nem, hiába Google előtt, vagy Google után, még mindig ugyanaz a morális előírások vonatkoznak házasságra, emberi viselkedésre, vallási viselkedésre, és ezért marad érvényes, ahogy az Isten is örök érvényes. Tamás, a kacintáskor mondjuk lehájén, miért mondjuk, hogy alakult ki ez a szokás? Lehájén, az a legfontosabb kívánság. Ugye sokszor úgy fordítanak le lehájém egészségedre, de szó szerint lehájém az az életedre. Hát az élet az a legfontosabb alap kívánság, és valószínűleg, amikor mondok lehájémat, akkor arra gondolok, hogy minden. Azt jelenti, az élet és minden, ami vele jár. Ahelyett, hogy kívánnánk most
egy-egy dolgot. Lehet hozzátenni egy-egy dolgot, de a HM ez egy nagyon általános és minden kívánság, és ez mindenre vonatkozik. Van Chassid magyarázat is a Lechaimnak, hogy Lechaim az Leif Chaim, legyen élő szíved, azért mert általában a chassidizmus szerint itt alkoholt fogyasztani, az nem szoktak, csak akkor hát az emberek szeretnek kicsit ilyen egy Farbrengen keretében, vagy ilyesmi, és akkor az a célja a Lechaimnak, hogy az ember kicsit legyen egy kicsit puhább, is képes legyen befogadni, és változni egy kicsit. Laci, aki áskenazi imarend szerint imádkozik, az légolhat szefaradi tfilint? Igen, de jobb, ha az ember nem keveri a dolgot, mert áskenazinak nem illik, hogy igazán rakjon más olyan tfilin, ami nem áskenazi írás szerint van írva. Kóser, de hosszú távra mindenképpen érdemes cserélni. Katalin, van olyan szabály, ami szerint egy zsidó nőnek tiltott mikvébe menni? Hát a zsidó nőnek mikvébe menni például túl korán van, a ciklustól kezdve kevésebb, mint 12 nap. Nappal nem lehet menni mikvében, nem lehet nappal menni mikvében. Milyen máskor nem lehet menni mikvében? Én gondolom most korona időben, ha valaki beteg, akkor nem fertőző betegsége nem szabad lenni mikvében, nem tudok most másra gondolni. Ha valamire tudsz gondolni, akkor írd meg, mert nem tudom, mire gondolsz. Köszönöm a mázlottabb kívánságot. Hogy készül a rajt a ruha szegére, és mit szimbolizál? A cicit, az Mózes 4. könyvében azt mondja a Tóra, rakjál rá rajtot, és emlékezz rá, emlékezz az összes micvákra, mert a cicit szó és a 8 szál és minden, az a 613-as számot ad ki, és ember ránéz a cicitre, akkor eszébe jut az Isten a 613 parancsolatában. Ez a cicitnak a micvája. Az férfiakra vonatkozik, mert ez egy olyan micva, ami időhez van kötve, mert inkább nappal van ez a micva, és ezért nők nem viselnek cicit. A Dávid csillag, Dávid lirájág alatt is megvolt. A Dávid csillag az nem annyira biztos, hogy egyáltalán kapcsolódik Dávidhoz. Nincsenek zsidó források, ami igazán kapcsolják a Dávid csillagot a Dávidhoz. Szóval ez egy kicsit ilyen találós kérdés, hogy tényleg a Dávid csillag Dávidhoz kapcsolódik, a válasz egyáltalán nem biztos. A Dávid csillag az valószínűleg egy későbbi zsidó jel. Pontosan mit szimbolizál, az nem annyira egyértelmű. Egyébként ázsiai népeknél is található ez a Dávid csillag. Az, aki, Ariannak kérdése van, az, aki üzlet szerzési célod, csak pénzügyi előnek érdekében zsidónak vallja, tettei magad hamis papírokra előre megfontol szándékkal becsapva a zsidó közösséget, jelentős pénzügyi ellenekkel járó zsidó vezetői pozícióba kerülve, felmentése kapott a megtévesztés alól, azáltal egy betérést csinál. Szabad egy ilyen betérés mellett asszisztálni? Az egy nagyon jó kérdés, hogy valaki, aki hamis papírokkal próbálta becsapni a közösséget, aztán gondolom előbb-utóbb kiderült, de szabad-e betérnie? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert kivételes esetben azt mondanám, hogy igen, de általában nem. Miért általában nem? Mert van egy feltétel. Ugye mi az egész betérésnek az a lényege, hogy az illető elkötelezi magát a Tóra és a micvák között. Vagyis
elkötelezi magad ahhoz, hogy gyakorolni fogja a parancsolatokat, illetve a hittételek mellett. Hogy lehet elhinni egy ilyen embernek, hogy azt mondja, egy feltétel van a rabbi oldaláról, azon kívül az ember nyilatkozik, a rabbi, illetve a három rabbi, a Bézdinnek kellett legyen meggyőződése, hogy valójában komolyan veszi. Egy ember, aki valójában egy szélhámos, akkor hogy lehet tudni, hogy valójában ő komoly? Pláne, ha arról van szó, nem értem pontosan, miről van szó, hogy ő, gondolom, hogy továbbra is szeretne ezekhez a pénzügyi előnhez jutni, akkor itt semmi köze nincs a betérés. A betérés az egy nagyon komoly teológiai, illetve emberi teológiai meggyőződés, és vállal egy bizonyos életmódot. Ennek semmi köze nincs a pénzhez. Igaz, hogy ugyanez a kérdés merül fel, ha valaki szeretné házasodni egy zsidó fia vagy zsidó lányal, és szeretne betérni, ott legalább nincs az a probléma, hogy becsapta. Ha valaki becsapja a zsidó közösséget, és utána komolyan akar betérni, az nagyon nehéz dolog. Én semmiképpen nem tudom magamat látni, hogy igazán komolyan venném ezt az embert, de ha a körülmények olyanak, hogy meg vagyunk győzve mellette, lehet betéríteni, csak nem láttam, hogy lehet egy ilyen embernek ezt elhinni, komolyan venni. Alice, Lech Lecha heti szakasz áldások, ígéretek, amit Ábrám kapott, ez érvényes az egész zsidó népre, hogyan váljunk áldást? Kihívás, elhívás, miért volt olyan fontos, hogy Ábrámból Ábrám lett, mi volt az egy betű, akkor kapta vissza Nesamát, köszönöm. Jó, itt több kérdés van egyszerre, és kérem ilyenkor inkább ilyen darabolni ezeket külön-külön kérdésre. Azt mondja a Rási, az, hogy legyél áldás, hogy te tudjál megáldani másokat. Ez az áldás, ami Ábrahámra vonatkozik, tudja megáldani másokat. Természetesen ez a lehetőség mások is van, a Talmud azt mondja, vegyél komolyan mindenkit, aki áldás mond a másiknak, mert az Isten mindenre ráfigyel. Én minden áldás, ez egy ima, kérünk az Istent, hogy áldja meg a másik embert. Miért volt fontos, hogy Ábrámból Ábrahám legyen? A Tóraben van egy magyarázat, hogy Ábrahám azt jelenti, hogy nem egy, hogy ez sok népeknek az atya vezetője, de az is van írva, hogy Ábrahám az a 248 számot adott ki, és a 248 testrésze van az embernek. Amikor Ábrámból lett Ábrahám, erre az Isten azt utalt neki, hogy most Ábrahám, te ura vagy az össze minden testrészedre. Azt jelenti, hogy Ábrahám egy magasabb szintre, tökéletes szintre került. Andris, még a fontosabb betartani és miért? Szombaton zsinagógába menni, vagy a sokasodás, szaporodás micvája? Micvá között nagyon nehéz mondani, melyik fontosabb. Ez is fontos, az is fontos. Annál is inkább, mert a kettő nem zárja ki egymást. Az ember jár zsinagógában, mit tudom, est mondjuk, este, reggel, vagy ilyesmi, és máskor van a sokasodás, szaporodás micvája, és az atyák bölcs tanításában azt mondja, ne tegyél különbséget a micvá között, nagy és kicsi között, mert te nem tudod igazán melyik a nagy és melyik a kicsi, mindent kell. Nem lehet a micvákat igazán itt minősíteni. Tamás, a zsidó származású felnőtt férfi, de nincs körülmet, hogy akar is zsidónak számít, mert a heti szakasz alapján úgy értető, hogy nem az, amíg nincs körülmet élve. Nem tudom, mire utalsz, amikor azt mondod, hogy nem van, hogy a heti szakaszból kiderül, hogy nem zsidó, nem tudom, melyik részre.
az igen, az illető nagy hiányban van, mert nem lépett be Ábrahám szövetségébe. Ezért nem nincs zsidó neve, nem lehet felhívni a Tórához, de természetesen zsidónak számít, szombatot kell tartani, kósert kell enni, tvilint kell tekerjen, szóval mindenképpen zsidónak számít, csak borzasztó nagy hiánya van, mert nem lépett be Ábrahám szövetségében. Illés László kérdezi, hova raktak az eltört kőtáblákat. Erre az van írva, de kőtáblákat az eltört egy külön ládában, egy külön fridládában raktak, és az volt a fridláda, ami kísérte a katonákat háborúban. És egy nagyon szép mondat van a Talmudban, azt mondja, hogy van egy tudós rabbi, aki öreg korára vagy betegségnek köszönhetően elfelejtette a tanulását, a tudását, aki mindig kellett tisztelni, és ez abból vezeti le, hogy ugyanúgy az összetört kőtáblákat maradtak szentek, hiába már értelmes szöveg nincs rajta, ugyanígy kell megtisztelni azt, aki elfelejtette a tudását. Bálint. Már régen kérdeztel, örülök, hogy itt vagy. Hogyan támogathatják a népek, azaz a nem zsidók, zsidókat és Izrael? Van-e erre útmutatás a Talmudban, vagy egyéb halakikus iratokban? Nem tudom, mire gondolod, ha hogyan támogathatják. Hogy tudja nem zsidó segíteni egy nem zsidónak? Lehet segíteni az egyének, lehet segíteni a közösségnek ott, ahol él, lehet segíteni a Szentföldön lévő zsidókat, Izrael államot, szóval sok mindent lehet tenni. Valaki tud segíteni pénzzel, valaki tud segíteni morális, vagy írással, mindenki úgy, ahogy képes, mindenképpen az ember próbálja mindig jót tenni, és gyakorolni a jót. No, Bálintnak van egy másik kérdés, a számítógépes hasonlót az állandó érvényű szabályokról, például delete, és változó tartalmakról, amiket létrehozhatjuk. Versvet zene nagyon jók. Jó. Dicséret, azt nem kell felolvasnom. Köszönöm szépen. András, hogy alakult ki a hüpe? Miért szabad ég alatt sátor lett? Visszavezethető ez a vándoroló életmódhoz? Nem, a válasz az, amikor az örökkévaló akarta megáldani Ádámot. Nem Ádámot, Ábrahámot, hogy legyen neki, hogy megéri neki lesz gyereke. Akkor az van írva ebben a heti szakaszban talán. Isten kivezette, azt mondta, nézd meg az égre, ahány csillagot látsz, annyian lesznek a leszármazottaid. Ez alapján lett az a szokás, hogy a hüpe az esküvői szertartásodat szabad ég alatt történik. A hüpe és másokat azt már térjünk rá vissza a jövő héten, mert kifagytunk az időből. Köszönöm szépen mindenkinek. Azokra a kérdésekre, amit nem válaszoltam, kérem azt jövő héten újra felhozni. Köszönöm szépen az összes kérdés is mindenkinek, aki itt volt. Köszönöm, hogy jöttetek. Holnap lesz majd a heti szakasz. Nagyon izgalmas heti szakasz. A Lech Lechával fogunk foglalkozni. Vasárnap pedig folytatjuk a második része a Lombik programnak, áttak vagy áldás. Benne van az, hogy már a Talmudban beszélünk egy bizonyos Lombik program féle, és akkor megnézünk különböző halakhák, különböző vélemények, vagy vannak erről. Köszönöm, és minden jót kívánok!